Sziasztok, könyvrajongók! Csaba vagyok, ez itt a könyvelem, és a mai videóban a kedvenc első mondataimat mutatom meg nektek. Biztosan sokan közületek hasonlóan vannak azzal, mint én, hogyha bemegy egy könyvesboltba, megtetszik egy könyvnek a borítója, akkor a fülszöveg mellett az első egy-két mondatot is elolvassa. Én előszeretettel lapozgatok bele így könyvekbe, és megnézem, hogy mi az indítás, mi a fő csattanó, mi az, amivel rávesz engem a könyv, hogy folytassam az olvasást. Ebben a videóban most 5 olyan könyvet hoztam, amelynek az első mondata számomra nagyon erős volt, és arra vett rá, hogy elolvassam a könyvet, és izgatottan vártam, hogy hova fog kifutni a történet. Az első könyv, amiről beszélni szeretnék, az Daniel Keyes-től az 5. Sally. Nézzük az első mondatot. Oké, én Derry vagyok, és engem választottak ki, hogy mindezt leírjam, mert én vagyok az egyetlen, aki tudja, mi történik velünk. Valakinek pedig számon kell tartania, hogy ezt emberek megértsék. Az 5. Sally-ben egy tudathasadásos nőt ismerhetünk meg, aki leírja az élményeit és a pszichoterapeutájával folytatott beszélgetéseit. Ugye 4 másik személyiség is lakozik benne, és mind a 4 személyiség teljesen más, és ezek váltakoznak, és Sally, amikor tudatára ébred, akkor mindig meglepődik, hogy miket művelt, hogy mi történt körülötte, hogy milyen új dolgokra ébred rá, és nagyon-nagyon izgalmas ez a könyv. Én középiskolában olvastam, konkrét emlékem van róla, hogy a történelem órán a pad alatt olvastam ezt a könyvet, úgyhogy ezúton is elnézést kérek Marika néni, de nem tudtam letenni ezt a könyvet. Nagyon szeretném majd újra olvasni, mert tavaly a Virágot Ázsernonnak című könyv is nagy hatással volt rám, ami Keyes-nek egy másik nagyon-nagyon jó műve. Úgyhogy nem sok emlékem van egyébként a könyvről, de az, hogy letehetetlen volt, és hogy nagyon érdekel a pszichológia, az biztos. Úgyhogy elő fogom még majd venni, és tudom ajánlani olvasásra bárkinek ezt a könyvet. A második könyv egy Agatha Christie történet, a találkozás a halállal. Nézzük ennek az első mondatát. Ugye te is belátod, hogy meg kell ölni? Ez a kérdés hangzik el egy egyiptomi nyaraláson, vagy körutazáson, ahol Poirot is részt vesz, és kihajolva az ablakon a szomszéd hotel szobából kiszűrődő mondat volt ez, ami elhangzik itt a történet elején, és Poirot természetesen legyint, azt gondolja, hogy csak valamilyen történetbe csöppent, valami színdarabot próbálnak, nem is vesz róla tudomást, egészen addig, míg a következő napon, amikor Petrába utaznak, és egy hölgyet meggyilkolnak, Mrs. Boynton-t, akkor természetesen visszagondol erre az egy mondatra, ami azért elég furcsa, hogy szövetkeztek valakinek a meggyilkolása ügyén. És bizony ez a történet nagyon izgalmas, maga Agatha Christie is 1933-ban a régész férje Max Mallowan révén eljutott erre a helyszínre, ahol íródott ez a történet, és úgyhogy biztos, hogy személyes élményeket is beleszőtt a történetbe. Mrs. Boynton tehát meggyilkolják, és ő egy olyan ellenszenves személyiség, egy olyan basáskodó, olyan erőszakos és mindenkire rátelepedő nőszemély, hogy a környezete életét megkeseríti, tehát nagyon sokan vannak, akik a halálát kívánják, vagy legalábbis a hátuk közepére kívánják ezt a nőszemélyt, és jó lenne, hogyha minél messzebbre el lehetne őt távolítani. Hát van, aki gyilkosságra vetemedik, és Poirot természetesen a forró nyomon elindul, és felkutatja, hogy ki a gyilkos. Egy nagyon klassz kis történet, több filmfeldolgozás is készült belőle, azok is egyébként elég jók, úgyhogy a történetet így vagy úgy, de jó szívvel tudom ajánlani. A következő könyv, amiről már beszéltem a csatornámon, de nem tudom elkerülni, hogy ne vegyem be ide, az Péterfi Novák Évától az Egy asszony című könyv. Nézzük ennek az első mondatát. Maga 7 hetes terhes. Gratulálok. Ugye ez egy elég pozitív indítás,
hiszen gyermekáldás, ami mi más is lehetne, mint boldogság, hiszen jó Isten adta, úgyhogy el kell fogadni, és örülni kell neki. Nem tudjuk ugye ebből a mondatból még, hogy hova fut ki ez a történet, de aki ismeri Péterfi Novák Éva élettörténetét, az pontosan tudja, hogy ez a történet a 80-as években játszódik, és blogbejegyzésekből szőtte végül regényé ezt a könyvet a szerző, aki természetesen a saját élettörténetét írja meg ebben. A 80-as években járunk, amikor terhes lesz Éva, és bántalmazó kapcsolatban él, és sérült gyermeket hoz a világra, orvosi műhiba miatt, és az ő küzdelmeiről szól ez a történet, hogy hogyan éli meg a mindennapokat, hogy mennyire más a 80-as években a társadalom, és mennyire nem vesznek tudomást bizonyos dolgokról a körülötte élők, úgyhogy ez egy társadalomrajz is, egy olyan időszaknak a bemutatása, amikor még az ilyen helyzetekre úgymond nem volt fölkészülve a társadalom, és nem segítettek neki, és gyakorlatilag a saját egyedül vívott küzdelmeit mutatja be ebben a történetben. Nagyon megrázó, nagyon megindító történet. Én szerettem. A negyedik kötet Frederick Beckmannek az Életed üzlete című, talán novellának nevezném, mert annyira rövid kis könyv. Nézzük az első mondatot. Ez a történet arról szól, hogy mire lennél kész azért, hogy megments egy életet. Nagyon-nagyon megindító, és ehhez egy picit hozzá olvasnám a fülszöveget is, mert ezzel el is mondanám, hogy miről szól a történet. Mire lennél kész azért, hogy megments egy életet, és ha nem csak a jövődet kéne feláldoznod érte, hanem a múltadat is, nem csak a helyeket, ahol még nem jártál, hanem a lábnyomokat is, amelyet magad mögött hagytál, meghoznád-e az áldozatot, ha tudnád, hogy senki sem fog emlékezni rá. Ez egy önvallomás, egy nagy kérdőjel a szerzőtől, és ő ezt akkor írta, ezt a történetet, amikor megszületett a gyermeke, és ugye azon gondolkodott, hogy mit fog maga után hagyni, és hogy mit tenne meg egy másik ember életéért, hogyha az bajba kerülne, mit áldozna föl azért, hogyha az megmenthetné valakinek az életét. Egy nagyon tanulságos kis történet ez, biztos, hogy újra fogom majd olvasni, és tudom ajánlani bárkinek, aki egy kicsit az élet értelméről szeretne elmélkedni. Az utolsó könyv pedig, amit választottam, az nem más, mint Emma Donoghue-tól a Szoba című kötet, aminek az első mondata így hangzik. Ma vagyok 5 éves. Ugye egy kisfiú szemszögéből láthatjuk a történéseket, aki egy szobába bezárt nőnek a gyermeke, és már a zárt helyben született, és ott cseperedik föl, és most 5 éves, és a menekülésüket tervezi ugye az anyja, és szeretne kijutni ebből a helyzetből, ebből a bántalmazó és megnyomorító helyzetből. 12 négyzetméteren kell létezniük, és az anya küzdelmeit mutatja meg, hogy hogyan próbálja a gyermeknek a normális környezetet biztosítani ezen a szűk helyen, és ugye ő film is készült ebből a történetből, talán akkor lett igazán sikeres maga a könyv, és ugye a New York Times felirat szerint a 2010-es évek egyik legjobb regénye, egy nagyon megkapó, nagyon megindító történet, sokkoló is, és azt gondolom, hogy ugye nem csak az anya-gyermek kapcsolatot mutatja be, hanem a gyermek szemszögön keresztül azt, hogy mi a fontos egy gyermeknek, hogy mikor érzi ő magát biztonságban, számít-e az, hogy ők egy zárt közegben vannak, milyen varázslatokkal tudja az anyuka élhetővé tenni számára ezt a helyzetet. Ugye a gyerek nem tudja, hogy milyen a való világ, ő csak azt a szobát ismeri, ő ott szocializálódott 5 éven keresztül, és ettől nagyon-nagyon érdekes ez a történet, úgyhogy ezt is tudom ajánlani olvasásra. Nos, ennyi lett volna az én 5 kedvenc első mondatom. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nektek vannak-e kedvenceitek, és hogy mely könyvekhez tartoznak ezek. Biztos, hogy tudtam volna még válogatni még 5-5, 10-et, 20-at is a polcomról. Most ezeket találtam úgy, hogy számomra érdekesek voltak, számomra ezek olyan indítások voltak, amik felkeltették a figyelmemet, és kíváncsi lettem a történet egészére is. Jól lehet, némelyik könyvről több mindent tudtam az első mondaton kívül, de valahogy ezek az első mondatok, ezek annyira meghatározták ezeket a könyveket,
hogy erősnek érzem. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és itt voltatok könyvelem, remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok!